A Juventus 139 bemutatja. Budapesti arcok. Közöttünk élnek. Példát mutatnak. Budapesti arcok. A Juventus 139 műsora példaértékű emberekről. Jó estét, Budapest! Ez itt a Juventus 103.9, benne pedig, ahogy minden hétköznap este 9-től a budapesti arcok. Én Fehér Marian vagyok, köszöntök mindenkit, és már is belekezdünk a ma esti, ígérhetem izgalmas beszélgetésbe, de előtte néhány szót engedjenek meg az ajánlásokkal kapcsolatban. Mert hogy ez az a műsor, amelyik a példaértéket keresi, és hogy ezt megtaláljuk és önök elé tárjuk, abban, a hallgatók, vagyis önök is segítségemre lehetnek, méghozzá úgy, hogyha van olyan ember a környezetükben, akiről azt gondolják, hogy példaértékű lehet valamiben mindannyiunk számára, és érdemes lenne megismerni őt, illetve az életét, akkor azt kérem, hogy a gondolataikat írják le róla egy ajánlólevélbe, és azt küldjék el nekem a budapesti arcok kukac juventus.hu e-mail címre. És a ma esti vendégemről is egy ajánlást kaptam, amely ajánlásból ahogy szoktam, olvasok egy pár sort. Úgy kezdődik, hogy Balázs Valéria Anamé esetében valahol már az is csoda, hogy még él. Csípőficammal született, amihez torzult gerinc, asztma, szerveket megtámadó autoimmunbetegség, vérző vastagbélgyulladás, ciszták, leálló vesék és drasztikus látásromlás társult. Ma mindezeknek nyoma sincs. Anamé önmagát gyógyította meg saját módszerek kifejlesztésével, melyel azóta sokakra gyakorolt különleges hatást. Senki nem mondaná meg a sugárzó 41 éves nőről, hogy százszázalékos rokkan nyugdíjas volt. Hát eddig a levél, ezek után én is azt gondoltam, hogy csoda lesz, hogyha találkozok valakivel, és nem mondom meg róla, hogy valaha beteg volt, de tényleg nem. És itt velem szemben Balázs Valéria Anami, akit köszöntök a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szia! Szóval, hogy tényleg nehéz elhinni, hogy ez mind a te betegséged volt. Legábbis, ahogy így most rád nézek. Ennek örülök. Örülök, hogy nem ez az első benyomásod. Nem, mondom, kicsit nehéz is elhinnem, hogy valaha volt ilyesmi. Na, de hát azt hiszem, hogy akkor ez egy hosszú történet. Itt viszont van egy óra, ami csak arra vár, hogy kibontsuk a sztoridat, hogyha te is akarod és engeded. Igen, köszönöm szépen. Szóval hogyan volt ez a te életedben? Hát ott kezdődött, hogy anyukám kemoterápiát kapott, amíg velem várandós volt, Ugye. és hál' Istennek ő meggyógyult, mire én születtem, de én másfél kilóval születtem, hét hónapra, és... Hát ami velem született betegség volt, az, az tényleg ez a gerinc deformitása, a csípőficam, és ehhez jött aztán nem sokára az aszma is. Igen, és az összes többi egyébként az mind szerzett, vagy valami. Igen, mellék, ezt utána, mellék azt mellék utána hatás. sikerült. A <laughs> többit azt. Hát. Igen, ezt uh, tulajdonképpen tíz éves koromig volt az, hogy, hogy uh, mindenféle ilyen akut betegségem volt. Addig még orvosi szempontból egészségesnek számítottam viszonylag. És tíz éves koromtól kezdett el igazán drasztikusan romlani az állapotom. Akkor jött a vastagbélyeggyulladás, a, a ciszták, meg, meg az autoimmun betegség. Uh -huh. És ez ö, bizonyítható volt, hogy ez a, annak idején édesanyádat a várandóság alatt ért kemoterápiás kezelés miatt volt? Hát én nem gondolom. Tehát tulajdonképpen a, a betegség az mindig több, mint, mint egy eltérés a laborleletekben. Uh -huh. hanem én azt gondolom, hogy ez mindig egy nagyon nehéz lelki állapot, És velem, velem születtek betegségek, de de azért kellett tíz év, amíg ez a nehéz lelki állapot annyira annyira rám nyomta a bélyegét, hogy még további betegségeket gyűjtsek ehhez. Ez érdekes, amit mondasz, mert hogyha innen közelítjük meg, aztán persze visszatérhetünk majd így a fizikai részére is, de úgy látom, hogy nem annyira az érdekelt téged, vagy titeket, nem tudom, hogy ezt családilag, hogy dolgoztátok fel, de ha a lelki oldalról közelítjük, akkor azt is mondják, hogy egy újonnan a földre érkező léleknek, egy bébinek a betegség az inkább a szülőnek üzen. Hát én meg azt gondolom, hogy, hogy senki sem tisztalap. Tudod, van ez a tabularázza, uh -huh. vagy inkább volt ez a tabularázza elmélet, hogy minden csecsemő egy tisztalap. De valójában én azt látom, hogy inkább. inkább egy hosszú út van mögöttünk. Ü tulajdonképpen jövünk valahonnan, és tartunk valahová. Uh -huh. Ezt hívhatjuk úgy is, hogy előző életek, de mondhatjuk azt is, hogy ezek képek a tudat alattiban, amikkel teljessé válik a történet. Nem csak egy kiragadott szakaszt érdemes nézni, hanem, hanem azt is, hogy a nagy egész az hogyan áll össze. Uh -huh. Tehát azt gondolod, hogy a léleknek van egy fejlődési útja, és ebbe akár bele tartozhat az, hogy betegen születik egy Igen. ember, és ebből vagy meggyógyul, vagy nem, vagy valamit kezd ezzel minden esetre, igen, ezzel az állapottal. Igen, igen, én ezt így látom. Uh -huh, uh -huh. És um, az, hogy volt egy gerincdeformitás, amit ugye én mondtam a legelején a beszélgetésnek, hogy semmilyen betegségnek semmilyen tünete nem látható. Azért az, hogyha valakinek van egy nagyon erős gerincdeformitása, az számomra nagy kérdés, hogy hogyan is múlhat el, hogyan is... Válható teljesen egyenes hátú, egyenes gerincű emberé, mint amilyen például te vagy. De tulajdonképpen a csípőficem is ide tartozik, tehát hogy, hogy az igen, is egy olyan, igen. olyan deformitás, amit nehéz elképzelni, hogyan korrigálható. És én azt látom, hogy a test oldaláról nagyon nehezen. Tehát Aha. tulajdonképpen ebbe gondoltam bele amikor szembenéztem azzal, én voltam tolókocsiban is egy darabig, nem elsősorban mozgásszervi problémák miatt, hanem a szerveim kerültek olyan rossz állapotba, hogy, hogy nem tudtam mozogni. És, és én azt láttam ebből az állapotból, hogy ha ezt nekem az izmok segítségével kéne visszaépítenem, akkor ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat lenne, ráadásul nem is tudtam volna, hogy hogy kezdjek hozzá, mert nem volt olyan jó állapotban. Sem az izmaim, sem a testem. És én előtte tanultam hatha jogát. Én 16 éves koromtól jogázom, és elvégeztem a buddhista főiskola jogaszakát is. De azt láttam, hogy ezek a hatha joga gyakorlatok bármennyire is jók, de alapvetően nem, tehát nálam ezek nem fognak működni. Tehát kénytelen voltam inkább a saját belső világomra hagyatkozva megtalálni azokat a gyakorlatokat, amik ugye nem tradicionális joga gyakorlatok, de, de mégis arra a forrásra hatnak tulajdonképpen, mm. ahonnan, ahonnan minden ered. Na jó, akkor én viszont azt mondom, hogy menjünk egy kicsit még ö, visszább, az időben és a gyerekkorban, ne ugorjuk át Jó. ezt a betegség időszakát, mert amit te mondasz, az már azt jelzi nekem, hogy eljött az a pillanat, amikor te szembenéztél magaddal, az állapotoddal, és elkezdtél azon gondolkodni, hogy hogyan lehet ezzel élni, és kerestél egy megoldást rá. De hát idáig azt gondolom, hogy egy hosszú út vezet Úgyhogy még ha fájdalmas is, nem tudom, hogy hogy vagy az emlékével, de hogy milyen volt neked ez a kisgyerekkor? Hát annyiból volt nehéz, vagy hát mondjuk azt, hogy nagyon nehéz volt, mert uh, um, én bántalmazó családba születtem, és. és Ő, hogy mindezek emiatt, tetejében? Igen, és emiatt, uh, emiatt megtanultam azt, hogy kicsiként ezt a következtetést mondtam le, hogy rossz vagyok, és ezért rosszat is érdemlek a világtól. Uh -huh. És. És hogy tulajdonképpen ez. Uh, és ráadásul olyanok voltak a körülmények, hogy nem nagyon láttam kiutat. Tehát, hogy tulajdonképpen ez volt az, ami ami így hosszú távon biztos, hogy nehezített így az állapotomon. Tehát akkor te beleszületél egy olyan családba, ahol, ha jól értem, volt egy beteg édesanyja. Nem, ő meggyógyult szerencsére, ma egészséges. Oké, okay, de akkor... Igen, tehát igen. akkor egy, egy elég komoly betegséggel küzdött, és akkor ő a mai napig jól van? Um, nagyon érdekes, mert... Ő tökéletesen egészséges volt egészen egy öt évvel ezelőttig, amikor, amikor annyira súlyos állapotba került szintén a, a, rák miatt, hogy, hogy gyakorlatilag orvosi szempontból menthetetlen volt, és elkezdtünk együtt gyakorolni, és nem csak, hogy egy csodálatos számomra, tehát így ilyenkor, hát, hogy érz, érzem azt, hogy hát, hogy, hogy, ez, ez valami fantasztikus és felemelő, hogy meg tudod gyógyulni teljesen és tökéletesen. Úgyhogy a, a csigolyái, amik össze voltak esve, újraépültek. A koponyája lyukak voltak, azok is újra tudtak csondosodni. Csontrák volt? Nem csak, nem csak, hanem egy olyan fajta rák, ami nem tudom saj, sajnos pontosan, valami plazma, sejtes. Nem vagyok benne biztos, de de a csontokra is a vesére hatott, és a ki volt írva dialízisre, és szerencsére, hogy, hogy nem kellett mennie, hanem újraindult a vesséje. És teljesen, teljesen és tökéletesen meg is gyógyult. Aha, tehát akkor többszörösen csodás a te történeted, mert hogy akkor volt egy anyuka, aki a születésedkor beteg volt, ami azért nem mos volt, akkor sikerült ebből följönnie. Ennyivel később kiújult, vagy újra beteg lett, és abból is sikerült teljesen meggyógyulnia. De ebben ez a nagy Igazából, hogy... ha jól gondolom, mindkét esetben a te segítségeddel. Mert egyszer ugye téged várt, gondolom, hogy akkor hát az ezt egy. segítségnek nem nevezném, de én mindenképp, de... hiszen biztos mm. fontos volt számára, mm -hmm. hogy a gyermekét hordja a szív és hogy meg kell gyógyulnia, hiszen mm -hmm. jön egy kis gyerek. Igen, igen. És másodszor pedig, hát tulajdonképpen annak köszönhetően, hogy el kell, ezt itt fontos kihangsúlyozni, hogy nagyon szépen köszönöm az orvosok segítségét, az én esetemben is, és az ő esetében is. Mert hogy ő, ő választotta a kemoterápiát, és amellett tulajdonképpen még így is azt kell, hogy mondjam, hogy csodálatos módon tudott meggyógyulni. És nagyon-nagyon szeretem, őt, szívből szeretem. Csodálatos történet. Tehát akkor ő mai napig köztünk van, és egészséges. Így, van, is. így Szuper. van. És te is. Viszont arra térjünk ki éppen addig a pontig, amíg te, neked az kényelmes, hogy egy bántalmazó családi háttérről beszéltél. És azt mondtad, hogy te kicsiként valahogy ezt úgy fordítottad magadnak, hogy te nem vagy elég jó ahhoz, hogy jót kapj a világtól. Igen, de ez minden kis gyermekre jellemző. Igen, én Igen. azt hiszem, hogy akit ö, bántanak, az egy idő után elhiszi, hogy jogos, hogy Igen. bántják. Igen. És hogyan és miként tudott ez a kép változni? Úgyhogy egészen egyszerűen elkezdtem emlékezni. <laughs> elkezdtem. Mm. Ahogy, ahogy kidolgoztam ezeket a gyakorlatokat, amik segítségével meggyógyultam, mert a gyógyulás is sokkal több, mint az, hogy hogy visszaelnek normálisra a Ezt, Ez Ezt tökre értem. Én még arra vagyok kíváncsi, hogy te hogyan élted meg azt az időszakot, amíg te kicsi gyerek voltál, volt egy csomó problémád. Mm -hmm. Ezek közül a problémák közül nyilván elég sok látszott kívülről mm -hmm. is. Ezáltal más voltál, mint a többiek. Tehát, hogy milyen mm -hmm. volt a te gyerekkorod, a lelkivilágod, mit gondoltál, és hol volt az a pont, ahol te rájöttél, hogy nem biztos, hogy így kell maradjon a te életed. Mert hogy te saját magad hoztad ki ebből a történetből, uh -huh. nyilván orvosok segítségével, de ehhez valaminek történnie kellett, hogy kellett, hogy legyen egy egy fordulópont? hogy ez megvan-e? Szerintem igen, de ez is durva. Nem hát gyugod, ciki? nyugodtan hát gyugod, gyugod, mondd el. Jó. Szóval szerintem akkor fordult ez meg bennem, mert hogy gyermekként tehetetlen voltam, tehát egyszerűen csak ki kellett bírnom. De 18 éves koromban, amikor nagykorú lettem, akkor eljött ez a pillanat, hogy, hogy kezembe vehetem az életemet. És, és, ez engem nagyon inspirált. De hát, Aha, tehát te vártál erre. Én vártam erre, igen. Azt Aha. gondoltam, hogy most kelek át életem sivatagán, és hogy ha ezen túl leszek, akkor, akkor, majd tehetek magamért, hogy tulajdonképpen úgy tűntem, mint egy ilyen fakuarcú beteg kislány, aki már régen feladta, de belül még ott volt az a tűz. Tehát éreztem azt, hogy ha eljön az én időm, akkor, 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 majd teszek magamért. Akkor majd meg tudom találni ennek az útját. Tehát te saját magadat belülről tápláltad valamivel, de, de, mivel? de honnan jött ez az inspiráció, ez a tűz? Mert más Aha. már rég feladta volna, Aha. érted, hogy mm -hmm. mire gondolok? Igen, teljesen értem. Tehát, hogyha valakinek tíz éves korától már elnézés, de vérző vastagbél gyulladása van, ami azt hiszem önmagában tele van fájdalommal, szégyen szégyenérzettel, csomó mindennel, az, és ez csak egy a X betegségből, és nem élheti úgy a fiatalságát, ahogy látja, hogy mindenki más éli. Szerintem hamar elfárad a test is, és a lélek is. Hogy mi volt az, ami téged táplált? Megint csak azt tudom mondani, hogy olyan, mintha emlékeztem volna arra, amit előző életeimben tanultam. Tényleg? Tényleg. Elkezdte gondolkodni azon, hogy miért van ez? Miért kaptad ezt? És... Gondolkoztam ezen is, hogy miért van, de ezt emberi aggyal nem lehet felfogni, én azt gondolom. Ezt csak akkor lehet megérteni, amikor a nagyobb képet látja az ember. És, és 18 éves korom körül jöttek vissza. Pont ezeknek a gyakorlatoknak a hatására, amit, amit végeztem, azok az emlékek, amik vagy képek, teljesen mindegy, hogy minek hívjuk amik megmutatták, hogy, hogy mi ennek az egésznek a lényege, hogy mi ebben az isteni terv. Aha, na hát avasd be. <laughs> hát, ahogy így láttam a múltat, én azt láttam, hogy vagy tök mindegy, hogy múltnak nevezzük-e, mert hogy minden egyszerre zajlik ebben a pillanatban. De ahogy láttam ezeket a képeket, én azt láttam, hogy, hogy nagyon hosszú utat jártam be, és ennek már volt a végén egy békés szakasza. Ez azt jelenti, hogy, hogy hogy szeretett volt bennem, és is körülöttem, ismertem az ezoterikus irodalmat, a nyugati és a keleti utat, hogy meditáltam, imádkoztam, jogáztam. E, tulajdonképpen egy, egy csodálatos, kiegyensúlyozott és békés életet éltem. Sőt, tanítónak is mondhatnánk, tehát, hogy tanítottam embereknek ezt, és, uh -huh. és e, én azt éreztem, hogy valahogy üresen szólnak a szavaim, mert hogy mert mindig arról beszéltem, hogy hogy a mesterek mit tanítottak, és még hogyha százszor igazuk van, akkor is az érdekelt engem, hogy hogyan lehet ezt a tudást használni, hogyan lehet élővé tenni. Ezeket te láttad? érezted, olyan volt, mint egy mozi. Képeket. Olyan volt, mint egy mozi tulajdonképpen. Ugyanolyan valóságos, mint ahogy itt veled beszélgetek. Tehát, hogy és milyen helyzetben? Milyen élethelyzetben? El, milyen szituációban? Főleg van? a kétségbe esett helyzetekben jöttek elő. Tehát amikor láttam, <laughs> hogy nincs kiút, akkor, és nagyon szerettem volna megérteni, hogy mi van e mögött, akkor, akkor elindult egy ilyen mozi. Aha. És... És tulajdonképpen olyan, mint hogyha mint hogyha a mostani életemben ezekkel az emlékekkel, ezzel a tudással születtem volna, de de olyan ez, mint valami témazáró, hogy nézzük meg, hogy mennyire élő bennem ez a tudás tényleg, hogy, uh -huh. hogy ebben a, ezek között a nehéz körülmények között van-e bennem annyi fény, ami ezt az egészet át tudja fényesíteni, hogy hogy fogok-e arra emlékezni, hogy szeretetből jöttem, és nem ítélkezésből, vagy gyűlölködésből. Érted, mire gondolok? Abszolút. Hogyha meg kéne fogalmaznom, akkor azt hiszem, én úgy tudnám fordítani, és aztán javíts ki, hogyha nem, hogy úgy gondolod, mint hogyha most aztán megkaptál volna minden olyan körülményt, amely miatt az ember érezheti rosszul magát, haragudhat a világra, lehet elkeseredett, gyűlölhet mindenkit, aki esetleg nála jobban érzi magát, vagy jobb körülményei uh -huh. vannak, és az a kérdés, hogy te emlékszel-e arra, amelyet a, azokra a dolgokra, amit mondjuk így, amit a lelked akár életeken keresztül így megtanult, van. Így van. hogy muszáj a jóra összpontosítani, Magaddal nem is, hogy muszáj, szembe. csak hogy nincs más út. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen... Tehát ugye az, a, az a fény és szeretet, amiről te beszélsz, az képes átmosni, talán te is így fogalmaztál, és akkor akkor annak a segítségével visszahozhatod magad, és tudod ezt a tudást arra használni, hogy másokon is segíts. Tulajdonképpen igen, én az élő uh -huh. tudást kerestem, nem azt, amit már leírtak vagy a tradíciót, hanem engem az érdekelt, hogy én azt gondoltam, hogy akkor leszek igazán hiteles, vagy akkor leszek igazi tanító, amikor, amikor át tudom nem csak, hogy magam alakítani, de hogy, hogy, az összes körülményt. Tehát, hogy igen, engem az érdekelt, hogy, hogy hogyan lehet igazán használni ezt a szellemi tudást, ami ne csak elméleti tudás legyen belőle, hanem hogy világítson a világban. Erre szokták szerintem sokan szkeptikusok azt mondani, hogy na, nehogy már Honnan tudja valaki, hogy ő több vagy vagy jobban tud dolgokat a másoknál? A te esetedben azonban ott van a te helyzeted, meg életed, mint példa. Igen, ezért is mondtam, hogy nekem fontos volt, hogy gyakorlati legyen. Vagy Na hiteles. most akkor nézzük, hogy, hogy hogyan vált lépésről, mert akárhogy is nézzük, akár meg a és szeretet van benned, szerintem fizikai szinten benned is volt egy olyan pillanat, hogy elgondolkodtál azon, hogy ez a romhalmaz, már bocsánat. Pontosan, jól mondod. De teljesen igazad van. Ami, 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 vagy, és ami, amivé váltál, ez, ezt most hagyd veszni, vagy valahogy, Isten tudja, hogy hogy, és majd meg is mutatja, hogy hogy, vagy akármi történik, de elindulj valami felé. Biztos végben benne, hogy volt ilyen pont. Nagyon sokszor voltam közel a halálhoz, de mindig azt éreztem, hogy, mindig azt éreztem, hogy, hogy, hogy hát, ez még nem az. Érted, mire gondolok? Abszolút. De ugyanez volt akkor is, amikor én 18 évesen tudtam eljönni otthonról, és, és bevállaltam azt, hogy, hogy akkor így támogatás uh, hiány, hajléktalan leszek Budapesten, mert hogy itt szerettem volna tanulni a budista főiskolán, és um, a fejében takarítottam az iskolát. Várján. És közben... Mert hogy te eljöttél otthonról... Miskolatról. Úgy, úgy, hogy nem tudtak téged támogatni, és nem mondta senki, hogy ezt azért nem még hogy tett, hogy hajléktal leszel, vagy te ezt otthon nem osztottad meg? Hát tulajdonképpen ők nem akartak tudni a sorsomról. Ez az igazság, és én pedig azt gondoltam, hogy, hogy jobb is, mert, mert hogy én bízom benne, hogy meg fogom találni az utat. Jó, akkor anélkül, hogy túlságosan vájkálnék ebbe a családi háttérbe, de akkor azt kimondhatjuk, hogy Semmiféle támogatás nem volt? Nem, nem kaptam támogatást, de... De tehát, hogy lelki sem? Lelki sem, és anyagi sem, de... Csak mert, hogy közben, ugye, beszéltünk édesanyádról, meg most is úgy beszélsz róla, hogy te nagyon... Én nagyon szeretem, szeretem őt, szeret... ez az igazság. Tehát, hogy uh -huh. édesapámat is, és nagymamámat is. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy nem tudok rájuk máshogy gondolni, Jó, sőt... Jó, tehát történt bármi, te amit most egyébként mi nem veszélyeztünk. De nem volt mindig így. Tehát, hogy, hogy csak azért, Mondom, hogy ebben út. is, Csak, hogy ebben is hiteles legyek. Tehát dühögtem, meg minden, tehát minden volt. Itt élkeztem, stb. 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 Tehát, hogy, hogy de, de valami, ugyanúgy, mint ahogy tudtam azt is, hogy nem igaz, hogy tudtam, hogy meg fog gyógyulni, mert ez nem igaz, mert körülbelül lehetetlennek tűnt. De, de, de azt tudtam, hogy ez az ítélkezés az átmeneti. Tehát ez olyan, mint amikor a kuktából kiengedi az ember a gőzt, de hogy nem fogok benne ragadni. Na, és ez mondjuk a te érdeked. Tehát valószínűleg ezt is érezted. Neked jobb, ha nem ítélkezel. Hát igen, meg ez most vihangzik, hangzik, de az egységnek jobb. Tehát, hogy én nem vagyok jobb semmivel, mint ők. Egyek vagyunk itt a világon, nincs senki, akit elítélhetnék, nincs senki, akinél rosszabb vagy jobb lennék. De hogy tudtad mindezt úgy, hogy közben volt egy nagyon nehéz sorsod, tehát hogy tudtál így gondolkodni? Volt egy csomó fizikai fájdalmat, közben nem kaptál lelki támogatást. Nem, nem arról volt szó, hogy volt betegséged, és közben a szülők ott állnak támogatólag, és segítenek, és hoznak, visznek, és te a... tök egyedül csináltad ezek szerint az egészet. Hogy tudtál így gondolkodni? Vagy lehet, hogy pont azért? Mert hogy egyedül voltál? Nekem ez természetes volt. Tehát tudtam, olyan, mintha hogyha mint hogyha ott lett volna végig belül egy szikra, ami, ami mm. csak arra várt, hogy, hogy amikor a körülmények majd olyanok lesznek, az kibontakozzon. És végül is igaz, hogy a veselégtelenség végstádiumában voltam hajléktalan, de akkor is volt bennem egy olyan érzés, hogy, hogy hát, hogy tudtam azt, hogy, hogy, most az én kezemben van az életem, és hogy meg fogom találni azt az utat, ami, ami, ami jó lesz, ami előre visz. Egy pillanatig nem gondoltam sem azt, hogy, hogy most sajnálnom kéne magam, vagy hogy ez kínos, vagy hogy, vagy hogy mi van, ha nem. Hanem végig tudtam, hogy ott van bennem. Erre is lehet azt mondani, hogy hosszú utat jártam be, és ezt már jól begyakoroltam. De tudtam, hogy milyen az, amikor, amikor a semmiből kell valamit teremteni. Mint hogyha emlékeztem volna rá. Budapesti arcok. A Juventus 1039 műsora példaértékű emberekről, Juventus 139, benne pedig a budapesti arcok, és vendégem továbbra is Balázs Valéria Anami, akiről egy ajánlást kaptam, méghozzá azzal a kezdő mondattal, hogy az ő esetében az is csoda, hogy még él. És hát ezt tanúsíthatom, de szerintem a az 20 percet hallotta, szintén azt mondja, hiszen olyan. Vele született problémáid is voltak, és később szerzett egészségügyi nehézségek, amelyek egyenként is lehettek volna akár halálosak, de legalábbis az életminőséget el erősen megrontóak biztos. Ehhez képest te tényleg itt ülsz, sugárzol az egészségtől, csinos vagy jól nézel ki, és jól, jól érzékelhetően boldogan éled az életed, úgyhogy még másoknak is segítesz. Viszont mondtál valamit, ami én azt gondolom, Gondolkodástól, látásmódtól függően vannak emberek, akiknek egyáltalán nem elfogadható, van, akinek nehezen beemelhető, és van, akik számára teljesen természetes mondat, méghozzá az, hogy emlékszel előző életek beli utakra, talán mondhatnám így. Történetekre. történetekre. Igen. És ez az, amit te mondasz, hogy mivel valahogy ezek az emlékek, vagy belső biztonsági kapaszkodók megvoltak benned, ezért nem engedtette soha el az életet, ezért nemhogy nem engedted el, nem is adtál esélyt annak, hogy sajnáld magad, hogy, hogy úgy érezt, hogy ennek vége, vagy nincs értelme. Meg azt is gondolom, hogy nem csak a múlt határoz meg minket, hanem a jövő is. Meg azt is mondtam, hogy minden ebben a pillanatban zajlik. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy talán nem csak a múlt segített, vagy az segített kevésbé, hanem inkább a jövő. Olyan, mintha láttam volna azt, hogy, hogy ennek itt értelme lesz. Tehát, hogy ezt az egész uh, uh, roncsalmazta, hogy fogalmazta, ezt át kell menteni valahogy. Tehát ami benne van, meg én azt látom, hogy ez egy nagyon értékes, a körülményeknek nagyon értékes együttállása volt. Mint az, a, ami lehet azt mondani, hogy jaj, borzasztó, de valójában, valójában ezek mind-mind olyan helyzetek, hogyha nem próbálunk meg rá valami címkét akasztani, amik, amik, tulajdonképpen nagyon nagy segítségemre voltak, és nem, a, nem klisséket akarok én itt mondani, mert majd beleszakadtam, tehát nagyon nehéz volt, de, de hogy, hogy mégis adtak, adtak hozzám valamit, vagy megmutattak hát valamit, amit egyébként nem találtam volna meg, hogyha ezek nincsenek. Én azt gondolom, hogy aztán lehet, hogy ez egy nem túl jó hitrendszer, de, de azt gondolom, hogy a teher alatt képes a lélek fejlődni valamilyen módon. Aztán persze jó lenne, hogyha ez nem csak így lenne, hanem másképp is. De az biztos, hogy mindenféle megpróbáltatásból valami fényességet kihoz az ember magából. Ebben száz százalék biztos vagyok. Na de, hogy amikor te idejöttél a buddhista főiskolára, és azt mondtad, hogy akkor hajléktalanná váltál itt Budapesten egy végstádiumú veselégtelenségbe, akkor hogy tudtál te dolgozni? Tehát hogy volt fizikai szinten erőd bármihez? Hát mondhatjuk inkább lelkierülnek, de szerencsére az a happy end, hogy találtam munkát, albérletbe költöztem, és tulajdonképpen elkezdtem kísérletezni még tovább ezekkel a gyakorlatokkal, amiket már előtte is elkezdtem. Akkor, be, akkor térjünk ki erre, hogy ezek a gyakorlatok mikor és hogy jöttek az életedbe, mert szerintem ez a leginkább érdekes a hallgató számára is, meg az én számomra is, hogy hogyan kezdted te hmm. saját magadat csűrni, csavarni, mozgatni hmm. úgy, hogy... Hát akárhogy is nézem, mondhatom azt, hogy az egészségedet, az energiarendszeredet visszaállítottad a normálisba. Igen. Igen. Um, hát nem túl nagy mozgásokról volt szó eleinte, um, hanem, hanem inkább azt vettem észre, meg a hatajogás tapasztalataimra támaszkodva, azt vettem észre, hogy, hogy érdemes személyre szabottan gyakorolni. Tehát ez a gyakorlat, ami sok embernek jó, az nem biztos, hogy nekem jó lesz. De nem csak, hogy nekem abban az állapotban, hanem mindannyian mások vagyunk. Tehát mindenkinek van a testében olyan terület, ami nehezebben lélegezhető át, vagy Aha. nehezebben járható át. És tulajdonképpen ezeket kezdtem el magamban feltérképezni, hogy hol van az, ahol mondjuk szabadabban tudok lélegezni, hol van az, ahol, ahol mint hogyha elakadások lennének, vagy mint hogyha nyomás alatt lennék. És tulajdonképpen, hogyha... Ha ezt az egészet így összerakjuk, akkor így fel lehet térképezni a csakrák állapotát. Ez kívülről is látszik. Üm, nyilván, hogyha van egy betegség egy adott test területen, és ehhez még hozzátartozik az, hogy a, a hét csakra az hét test szelvénynek meg a testben, akkor ez elég sokat elárul arról a, a csakráról, és minden csakra egy-egy életterület is. Például a gyökér tartozik az anyagi világ. Uh -huh. és, és így tovább. Tehát mindegyiknek van egyfajta megfelelése. Akkor tulajdonképpen én azt próbáltam meg, hogy ezt nevezem én forrásnak, hogy mi van akkor, hogyha, hogyha ezekre a csak ható gyakorlatokkal kezdek el dolgozni, amit nem könyvből tanultam, én nem is olvastam soha ilyen könyveket, hanem... Már pont ezt akartam kérdezni, hogy ezt a, a főiskolát, ahogy végezted, párhuzamosan tanultad a a könyvekből, a tanároktól, nem. a mesterektől, nem. és te figyelted magad fizikai szinten, vagy ez hogy jött? Nem, én csak hat a jogát tanultam. Tehát én nem tanultam soha mm, a csakrákról semmit, de, de mégis. Honnan csak... tudod? Hát... Honnan tudod, hogy melyik csakra mihez kapcsolódik, mit jelez? Mert azért ennek ma már nem olyan nehéz Aha. utána nézni. Igen. Azt is tudom. Igen, de mondjuk ez, ez mondjuk 18 éves koromban volt. Aha. Tehát, hogy most vagyok 41. Tehát, hogy akkor. Tulajdonképpen én nem olvastam erről, hanem azt lehet mondani, hogy emlékeztem, vagy éreztem. Aha, tehát ez de szintén ugyanez. Igen, vagy? de ezzel azért nem értem be, tehát én nagyon, hát én ilyen Elég racionális ember vagyok, bár nem tudom, ez mennyire derült hát ki nem. abból, amit eddig mondtam. Eddig szóval nem. nagyon konkrétan, földhöz ragadtan nézem a dolgokat. Tehát, meg én tanultam pszichológiát is, és például a kísérleti pszichológia alapelvei erre nagyon jók. Tehát, hogyha valami százból százszor ugyanúgy van, akkor lehet azt mondani rá, hogy mondjuk úgy van. De érted, mire gondolok. Tehát, hogy ez nem egy lilagőzös elképzelés, hogy vagy egy elmélet. Például a pszichológiában is ezt tetszik, hogy, hogy Freud elméleti alapon közelítette meg az ember lelkét, hogy volt egy elmélete, és akkor megpróbált azt beigazolni. Jung pedig azt csinálta, hogy megnézte, hogy hogy, hogy van általában az embereknél, és, és amikor azt látta, hogy ez mindenkinél így működik, akkor, akkor lehet arra azt mondani, hogy, hogy ez egy jelenség, vagy egy szabály. És ezek általános alapelvek, amik mentén én haladtam. De mégis személyre szabottan. Annyira szeretném, ha valahogy ezt lehetne átadni a hallgatóknak, hogy hogy, hogy mm. volt. Jó? Tehát mm -hmm. akár kitérhetünk a betegségedre, a fájdalomra, amit épp éreztél, hogy mire csökkent, hogy, mm -hmm. hogy, hogy hogy tudtad te ezt. Én azt gondolom, hogy ehhez olyan szinten kell befelé fókuszálni majd, hogy nem az egész külvilágot azt gondolnám ki kell zárni. Nekem ez ment. Nekem ez ment. Tehát nyilván meg is volt alapozva, tehát a figyelmemmel, alapvetően, meg a koncentrációmmal nem volt gond soha. Tehát, hogy ez, ez nálam nagyon jól működött. És akkor hogy nézett ki? G gondolom, hogy nehéz mm -hmm. róla beszélni, kérdezni mm -hmm. se könnyű. Egy hát például nagyon nagyon egyszerű. Lehet, például a vérző vastagbélgyulladás ez egy olyan dolog, amitől az embernek megkeményedik a hasa és felpuffad. Tehát, ja. hogy, hogy alapvetően az szemmel látható, hogy ott van egy olyan feszültség a testben, ami kívülről is látszik. Tehát ez a köldökcsakrához tartozik, ami mondjuk az önérvényesítés területe. Hát nálam az önérvényesítés gyerekkoromban mondhatjuk azt, hogy eléggé gátolt volt, hogyha Igen. finoman fogalmazunk. Tehát, hogy én egyszerűen ezt a területet nem tudtam működtetni. Uh -huh. Hatékonyan meg pláne nem. És tulajdonképpen azzal együtt, ahogy... Hát megnéztem azt, hogy ezt, ezt hogyha a csakrák szintjén nézzük, akkor ez egyfajta túlműködés. Tehát a gyulladás az mindig túlműködés. Ez azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy jó sok energia van abban a csakrában, hanem hogy ez az energia ott meg van rekedve, nem hozzáférhető. És elkezdtem olyan gyakorlatokat használni, amik ezt a túlfeszítettséget lecsatornázzák onnan. Ez nagyon egyszerű, ez bárki el tudja képzelni, hogy például a, egy trükk próbált ki, egy gyakorlat, lélegez erősen önmálkasodba, és egy picit majd tartsd bent ki. Most itt? Uh -huh. Most itt. De hogy ide a melkosodba? Ide a És hogyha bent tartod, akkor érzed, hogy van egy ilyen feszítettség ott, egy ilyen megrekedt állapot. Jó, és ezt hogy szünteted meg? <sínt> Igen. Elkezdesz onnan kilélegezni. Kb. Mm. ez történik egy energiablokk esetében, csak azt nem, nem rövid idő alatt, és nem tudatosan idézed el azáltal, elő, azáltal, hogy bent tartod a levegőt, hanem az azt jelenti, hogy ott tényleg van egy ilyen feszítettség a testben és ezt kilégzésekkel meg, meg olyan gyakorlatokkal lehet megcélozni, amik pont erre a területre hatnak, és ahelyett, hogy az aktivitást fokoznák, a helyett pont ezt a passzív állapotot segítik elő. Uh -huh. És akkor, ez az, amit te már te dolgozták. Igen, igen, igen. És akkor ezt láttam, hogy nem csak, hogy meggyógyult ez a vérző vastagban gyulladás, hanem, hanem megtanultam azt a leckét is, ami, amit az élet ehhez a testszervényhez, vagy csakrához kapcsol ezt az önérvényesítés. Úgyhogy... Vagyis? Hát, vagyis azt, hogy, hogy ez egyfajta, inkább azt tudnám mondani, hogy ez egyfajta kisugárzás. Tehát amíg az a területnek nem volt rendben, addig volt egy ilyen kisugárzásom, hogy támadható vagyok, vagy hogy gyenge vagyok. És... Elágos. És ha most látsz engem, akkor látod, hogy, hogy ez a kisugárzás eltűnt. Tehát, hogy a... a ha jól működik a köldökcsakra, akkor nem Ki történik. az örtak. Pontosan. Uh -huh. Ha jól működik a köldökcsakra, nem az történik, hogy ha megtámadnak, akkor meg tudod magad védeni, hanem az történik, hogy nem támadnak meg többé. Világos? Teljesen értem. Úgyhogy így tud meggyógyulni a test, de nem csak a test, hanem vele együtt tulajdonképpen az ember élete. Mindeközben neked kellett dolgozni olyan helyzetekkel, történetekkel, eseményekkel, emlékképekkel, amelyek ez életedben gyerekkorodban történtek. Mert hogy. Azért a traumák ott voltak. Pontosan kellett ezeket újraélni, kidolgozni magadból, vagy onnantól kezdve, hogy fizikai szinten foglalkoztál vele, ez oldódott? Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem ez egy nagyon jó kérdés, mert egy itt van a kutya elásva. Tehát én azt látom, hogy ezzel a módszerrel az történik, hogy, hogy sokkal gyorsabb, mert egy pszichológusként is dolgoztam, és és jól is ment. Csak én azt láttam, hogy, hogy, tehát hatékony voltam benne, de, de azt láttam, hogy nagyon hosszú. Tehát az, amíg az ember át gyakorlatilag ezen a Kása-hegyen átrágja magát, az nagyon hosszú idő, és, és én azt kerestem, hogy, hogy hogyan lehet ezt minél gyorsabbá tenni, minél hatékonyabbá tenni, és ebben a, hogyha ebben a módszerrel dolgozom, tehát az Anamé Kundalini programmal, akkor is, akkor is feljönnek ilyen emlékképek, de nem feltétlenül keresi őket az ember. Tehát itt nem, az a, nem úgy működik ez a módszer, hogy gondolj bele abba, hogy mi volt, hanem hanem ezt hívom én, úgy, hogy tisztulási tünetek. Tehát, hogyha például a szívcsakránál van egy energiablokk, akkor amikor az elkezd tisztulni, akkor feljönnek emlékképek úhatatlanul. Vagy ha nem is jönnek fel emlékképek, de lehet, hogy sírósabb lesz az ember átmenetileg. Tehát, hogy könnyebben... Tehát fordított a folyamat. Nem belegondolsz, igen, hanem csinálod, igen, és igen. Hozda igen. Fel. Igen, de, de, de ez mégiscsak nagyon gyors. Tehát ne arra gondolj, hogy depressziós leszel, hogyha a szívcsakrával dolgozol, hanem csak jön és megy. De nem nagyon lehet megspórolni. Tehát még olyat nem láttam, hogy valaki tisztulási tünetek nélkül gyógyult volna meg. Olyat még elősebb semmilyen ö, technikával. Ezt szokták mondani, talán a kineziológia mondja, hogy hangulat ingadozások lehetnek egy-egy oldás után. Hm. Persze, ember legyen a talpán, aki ezt bírja <gül> <gül> akkor és amikor, de hát ezt mindenki, ha bevállalja, akkor ezzel valahogy tisztában van. Vagy ha nincs, akkor majd lesz. Igen, tehát, hogy ezt igen, <laughs> igen. És akkor hogyan volt, mondjuk, nézzük a fizikai tünetet, bár a véres-vastagvélgyulladást is fizikai tünetnek vehetjük, de mondjuk nézzük a becsontosodott, és ugye ezért ez egy elég kifejező a magyar nyelvben, a becsontosodott, bemerevedett deformitásokat. Hmm. A gerincet, a csípőt, mert nem tudom, tehát nyilván ezt nem látják a hallgatók, de hát mondanám, hogy állj föl, és fordulj körbe, de hát neked teljesen semmi baja a hátadnak. Mm. Igen, ez így van, és... Mennyire volt egyébként elteltülve? Hát annyira, hogy fel voltam mentvetes ami mondjuk elég ciki, mert, mert annak még úgy lett volna értelme, csak nem csinálhattam, mert annyira rossz állapotban volt a gerincem, hogy hogy a Tehát nem volt Igen, Aha. igen. Tehát és akkor ez nyilván látszott. Igen, ez látszott, igen, igen, és... Hát erre azt mondom, hogy ezt nem lehet elhinni, csak ha valaki látja vagy átéli, úgyhogy nem is várom, hogy bárki ezt elhiggye, de, de a csontok, az a tapasztalatunk, hogy a csontok azok nagyon gyorsan húzódnak a helyükre. Tehát, hogy rövid idő alatt tulajdonképpen és nálam is így volt. Nagyon rövid idő alatt a helyére húzódik. Ez persze jár egyfajta izomlásszerű érzéssel, vagy ilyen feszítettséggel. Hát még de jó, hát, azt mondanom, de hogy, tehát, hogy azzal nem, <laughs> hát én azt gondolom, hogy ez azért bevállalható. Tehát ez, ez De nyilván ez, ez, nyugtassunk meg mindenkit, hogy ez fizikai gyakorlattal elérhető. Igen, tehát azért... Igen, igen de, de fontos tudni azt is, hogy ezek a gyakorlatok, tehát senki nem azt gondolja, hogy ez az a belépő, hogy a nyakába rakja a lábát. Tehát, hogy alapvetően mindig megnézzük, hogy valaki mennyire képes mozogni, és ab, abba a körben talál, abban a körben találunk neki gyakorlatokat, amit, amit meg tud csinálni, ezért is személyre szabott. Jó, de egyelőre még rólad van mm -hmm. szó. Tehát arra is rájöttél, na, például a gerinc és a csípő, az milyen csakrának az elakadása, mert hogy azért ez csak végigvezetődik az egész. Hát attól hát függ, hogy melyik, igen, hogy melyik tesztelvényhez tartozik a, a csípőizület, az például a szakrális csakra, az a kettes csakra, ami a, az Alhas keresztront csípőizülethez tartozik. Igen, ami mit jelent? Hát ugye? mondjuk azt, hogy mennyire tud Húcs, hogy van egy ilyen ö, életterület is, ami fontos és kihagyhatatlan, mert az emberek ezt szeretik kihagyni. Ez pedig az élet élvezete, a felszabadultság, a zsigeri szint, az ösztönösség. Uh -huh. ez, de azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek nagy részénél ez nem szokott, nem szokott jól működni inkább. Hát pontosabban alulműködésben van. Tehát, hogy megtanuljuk azt, hogy fejből irányítsuk az életünket, hogy... hogy hogy mindig terhetőek legyen, legyünk, mert hogyha ez a terület alul működik, akkor ez ember olyan, mint egy kis robot, hogy mindig precízen, megfelelően elvégzi a munkáját. Egy állandó ilyen, ilyen alarm helyzetben van, mindig be van kapcsolva, és hiába olyanok a körülmények, hogy lehessen pihenni, akkor se nagyon sikerül. Jó, hát ez erre neked nyilván a gyerekkorod elég választott, hogy te miért voltál egy olyan szituációban, vagy egy olyan... Fejlődés szakaszban, nem tudom, hogy hívjam, amikor az élet öröm, mint olyan, nem volt feltétlenül jelen. Igen. És akkor az ez ezzel járó lazaság sem? Tehát igen. nem is Az élet felszabadult élvezete, az nem játszott annyira, igen. Aha. És a gerinc? Hát a gerinc az attól függ, hogy hogy melyik területnél deformáltabb. Hát nálam a szív volt. Uh -huh. Az egyik, a kerescsont a másik. A kerescsont az még mindig a, a szakrális csakra. Igen. A szív az meg tulajdonképpen egyfajta ilyen púpos állapotba húzott. Ez azt jelenti, hogy a szecsont az, az beljebb volt, hátrébb volt, mint a két vállam. És az szimmetrikus volt. És yeah. hát ez, ez mindig egyfajta ilyen... Amikor a, a szecsont hátrébb van, mint a vállak, az mindig egyfajta érzelmi elzárkózást jelent. Amikor az ember inkább a, Inkább megpróbál másokat távol tartani, és a saját belső világában keresi a biztonságot, mert hogy az jelent biztonságot, és nem a kapcsolódás. Hát ez is jellemző volt rám alapvetően. És egyébként azt gondolod, hogy a kapcsolódás az, ami amit keresni kell? Mire gondolsz konkrétan? Arra, hogy ö, én többször hallottam már azt, hogy az egyénnek a biztonságot leginkább saját magának kell megteremtenie. Amit te mondasz, ugye, hogy erre törekedtél valamilyen módon, aztán most az egy kérdés, hogy biztonságot teremtettél el, vagy szorongást, de hogy ezen túl akkor te úgy gondolod, hogy egyébként kapcsolódni kell? Hát én azt gondolom, hogy az ember erősítse meg magát, hogyha a csakrák, mm. hogyha a csakrák tiszták, átjárhatóak, erő van a testben, akkor az ember felnőtt energetikai szempontból. Ez azt jelenti, hogy képes tenni másokért, és nem csak holcsúja a világon. És szerintem akkor érdemes, hát igen, tehát akkor érdemes másokért tenni, hogyha az ember már, már maga rendben van, mert hogy akkor sokkal nagyobb erővel. Én szerintem csak akkor Sikerül. is tud. Igen. Tehát Igen, érdemes. úgyhogy szerintem érdemes. Tehát, hogy én szerintem azért vagyunk itt a világban, hogy, hát, amit mondtam, hogy egyek vagyunk, tehát, hogy ebben olyan végtelen boldogság és öröm lakik, az, hogy, az, hogy mi, mint például most én és te tudunk kapcsolódni. Nagyon-nagyon élvezem a társaságot. <tos> <tos> Budapesti Arcok. A Juventus 139 műsorak példaértékű emberekről. Juventus 103.9, ben pedig a budapesti arcok, és vendégem továbbra is Balázs Valéria Anamé, aki azt hiszem most már mondhatom, ugye, hogy saját magad módszerével gyógyítottad meg magad, nem egy betegségből. Igen, és per, és per pillanat segítesz másokon is. De még mindig nálad maradva egy kicsit. Azt hiszem, hogy amikor az ember van valamilyen súlyos helyzetben, és azt gondolja, hogy a saját kezébe veszi az élete irányítását, ez már önmagában egy nagy dolog, de ami ehhez feltétlenül kell, az ugye az ebben való hit, az erre való vágy, törekvés és együttműködés magával és a körülményekkel is. De azért arra kíváncsi lennék, hogy akkor, amikor láttad, hogy ez tényleg működik, és tényleg olyan dolgok kerülnek a helyére, és az egészségi állapotod úgy kezd javulni, ahogy egyébként egész életedben nem gondolom én különböző beavatkozások ellenére sem. Akkor te mit gondoltál erről az egészről, meg mit éreztél? Hát dobtam egy hátast. Tehát te tényleg. Tehát, hogy nem volt nekem olyan nagy hitem abban, hogy meg tudok gyógyulni. É, igen, tehát, hogy most mert, az, hát, nem, akarom, mert, hát, nem akartam ezt így megkérdőjelezni, uh -huh. de ez van. Tehát, hogy ez, igen, a, ez tehát, az, az hogy ez azért, igen. létből fakad, hogy na majd én jól rendbe rakom össze. És akkor persze jött, hogy aztán mitől sikerülne? Pontosan. Tehát, hogy én nem voltam egy ilyen hurrá optimista alkat, és ráadásul rettenetesen szorongtam. Még gyerekkoromból hoztam ezt magammal itt sokáig. Tehát, hogy, hogy, nem láttam rá sok esét, de szerintem inkább ez az őrültudós tudós kategória voltam, hogy, hogy egyszerűen azt láttam, hogy ez, ez logikusan működik. Tehát, hogy, hogy, volt egy olyan érzésem, hogy ez annyira, annyira brilliánsa, logikusan összeáll ez az egész, és a, a gyakorlatban is pont úgy van, mint ahogy, ahogy, én látom, hogy ez ennek hit nélkül is vezetnie kell valahová. Tehát ez nem a placebo hatás, hogyha hiszel nem működik és nem is várható el. Tehát azok az emberek, akik hozzám jönnek, általában olyan súlyos betegségekkel jönnek, hogy, hogy most mondjam azt nekik, hogy ha hiszel benne, akkor, akkor azért, ha meg nem hiszel, akkor meg menjél haza. Tehát, hogy, hogy hogyan lenne elvárható az, hogy, Hát akkor én már elvégezte a munkát, érted, hogyha hisz benne. Tehát itt, itt valami, én azt láttam, hogy valami olyan módszerre van szükség, ami, ami abszolút logikusan és racionálisan tulajdonképpen uh, lebontja azokat az energiablokkokat, amik fenntartják a betegséget. Akár hisz benne az ember, akár nem. Te ezt tapasztaltad? Ettől megdöbbentél? Megdöbbentem, sőt, én azt láttam, hogy, hogy annyira erősen lehet hatni ezekre az energiaközpontokra, hogy hogy mondom, hogy nem csak az ember teste át, hanem hanem tulajdonképpen a, a körülményei, meg a sorsa. És én ettől tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy megijedtem. Ah, tehát, teljesen. Hogy, megijedtem. Hogy azt láttam, hogy ez, valami, ez tényleg olyan, mint az atombomba, tehát hogy ez nagyon-nagyon erős ez a dolog, és hogy, hogy azt néztem, hogy. És ezért is kell személyre szabottan használni. Úgyhogy én tulajdonképpen ezen kísérleteztem magamon, hangsúlyozom, nem másokon, nagyon sokat, hogy, hogy lássam, hogy ez hogy milyennek a hatósugara. Tehát, hogyha ha túlviszem, akkor, akkor vállalom a következményeit, uh -huh. és hogyha nagyon béna voltam, akkor legalább én hallok bele, és akkor nem próbálom ki máson. És csináltam mm. ilyen kísérleteket magamon, hogy túlvittem, hogy ez az erő, akkor, akkor mit tud. Ez mit jelent? Hát például... Ezek energiagyakorlatok, és hogyha túltöltök egy területet, uh -huh. akkor mi történik? Vagy hogyha ha túlságosan um, kiürítem, tulajdonképpen lecsatornázom, azok egy területet. Nyilván ezt már akkor érdemes csinálni, amikor az ember egészséges. Tehát amíg beteg voltam, addig nem ez volt a prioritás. Csak uh, mielőtt elkezdtem volna ezzel a módszerrel dolgozni, engem az érdekelt, hogy, hogy uh, mi, mi az a hát egy biztonságos -e tulajdonképpen. Értem. Mik ennek a keretei. Mikorra váltál egészségesé, teljesen egészségesé? Hány éves korod? El? Hát ebben benne van a transplantáció, tehát, hogy, hogy és ez fontos elmondani, tehát, hogy, hogy meggyógyult a, a pajzsmirigyem, meggyógyult a vastagbélgyulladásom, meggyógyultak a cisztáim, a gerincem, a, a de, de a vesém akkor olyan stádiumba jutott már, hogy akkor, akkor azon már nem tudtam. Tehát uh -huh. gyakorlatilag 18 éves koromra, tehát még nem tartottam ott tulajdonképpen, hogy azzal valamit tudjak kezdeni, hiába gyógyult meg minden más emellett. Ezért akkor átestem a transplantáción, és tulajdonképpen azóta egészséges vagyok. Tehát te egy vesetransplantált ember vagy, igen. aki... Ha jól gondolom, mert én úgy tudom, hogy a transplantáltak, például van egy folyamatos immungyengítés. Igen, igen pontosan, pontosan. Azért, hogy ne dobja ki a szervezet. Igen. Tehát, hogy egy olyan állapotba kerültél, meggyógyultál ööö, minden más betegségből, a transplantáció megtörtént, azóta is egy folyamatos immungyengítésbe vagy, és közben egészséges vagy. És közben ragyogóan egészséges vagyok, igen. Hát tényleg hihetetlen. És mikortól érezted azt, hogy na jó, akkor elkezdek segíteni másokon? Én először hatha jogát tanítottam, én 19 éves koromtól, és, és akkor még tulajdonképpen elkezdtem használni ezt a csakra diagnózist, hogy miért tartanék ugyanolyan órát mindenkinek. Amikor amikor ott van, mint tíz ember, és látom, hogy az a gyakorlat, amit mondanék, az ötnek jó lesz, ötnek meg másra lenne szüksége ahhoz, hogy a leggyorsabban fejlődjön. És tulajdonképpen elkezdtem személyre szabott gyakorlatokat használni. Ez ment egy darabig, és hát már több mint húsz éve csak ezzel a módszerrel dolgozom. Biztosan emlékszel az első olyan esetre, amikor valaki ezzel a módszerrel, ennek a segítségével gyógyult. Nyilván ez egy közös dolog volt, tehát vagy nem tudom, hogy te felajánlottad, hogy segítenél, vagy ők kérte a segítséget, hogy milyen volt ez a szituáció? E, hát ez mindig váratlan, mert praktikusan én nem mondtam soha, hogy meg most sem mondom, hogy, hogy én gyógyítok, meg nem is én gyógyítok. De itt tulajdonképpen az van, hogy az emberek járnak az óráimra. És tulajdonképpen ezt lehet úgy is csinálni, hogy elmegyek mozogni, és akkor eljön valaki az órámra, és akkor utána jön a nagy meglepetés, hogy hogy elmúlnak olyan betegségei, amik, amikkel már. Például volt valaki, szintén ilyen veleszületett született púppal egy lány, és, és mondtam neki, hogy az egyik órán járt egy-két hónapja, és mondtam neki, hogy, hogy figyelj, eltűnt a púpod. És erre így rám néz, azt mondja, hogy, hogy hát figyelj, én is látom, de nem merem elhinni. Tehát, hogy, hogy, ezek ilyen, ilyen nagyon váratlan dolgok, ami, mert hogy neki vele született volt, és nem azért jött, hogy nem azért jött el hozzám, hogy meggyógyuljon a púpja, hanem, hanem egyszerűen csak érdekelte a módszer, meg szeretett volna mozogni valamit. És mit jelent ez a módszer? Tehát most egy hallgató, aki ül a kocsiban, vagy hallgatja otthon, hogy, hogy képzelje ezt Nagyon egyszerű mozgások és légzések, főleg légzés alapú. De és tényleg egyszerű mozgások, tehát nem kell ahhoz tökéletes állapotban lenni, hogy valaki elvégezze ezeket a gyakorlatokat. Tehát ez, bárki, ez azt bárki jelenti, által. hogy ha valakinek van bármilyen egészségromlása, akár bármilyen korlátozottsága a mozgásában, bármilyen. Igen, igen. Tehát ez nem arról szól, hogy csak a, egyébként jó állapotú embereken tud segíteni, hiszen hiszen <laughs> ez nem lenne szép tőlem. Tehát igen. én azt gondolom, hogy. Mert ott sokat nem... megfordulhat az, hogy jó, de hát hogy mennék én el egy joga órára? Nem, mert hogy ez nem is jóga. Hát valahogy, igen, valahogy nevezni kell, de alapvetően ezért hívjuk a Kundalini programnak, mert hogy ez nem jóga órák sorozata, hanem egy személyre szabott program. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy minden óra csak radiagnózissal kezdődik, és akkor például, ha eljössz hozzánk, ki? ha eljössz hozzánk, akkor ez úgy történik, hogy az oktató minden óra elején megnéz téged, látja, hogy melyik az a terület, amivel nálad aktuálisan ott érdemes dolgozni, de látja ennek a folyamatát is. Tehát az első, gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy belépsz hozzánk, onnantól kezdve végigkövetjük ezt a fejlődést, amin keresztül mész. És minden óra elején kapsz is olyan gyakorlatot, ami, ami személyre szabott, ami neked szól. És utána van egy gyakorlatsor, de hogyha kell, és ezért dolgozunk egyébként kis csoportban is, mármint, hogy csak kis csoportban dolgozunk, de hogy ezért dolgozunk kis csoportban, mert mert uh, ha másra van szükséged, mint a gyakorlatsorban lévő gyakorlat, következő gyakorlat, akkor az oktató meg oda megy hozzád, és mondja, hogy mit csinálja helyett. Tehát, hogy az, hogy oktató inkább... van, ez azt jelenti, vagy azt feltételezi, hogy te már akkor a tudásodat valakinek továbbadtad. Igen, uh, igen, egy jogaiskolában tanítunk az Anami, vagy hát lehet, hogy, <laughs> lehet, hogy nem is jogaiskolának kéne hívni, vagy Anami központban tulajdonképpen tanítunk, és nem csak én, hanem a kollégáimmal együtt, csak ezt a módszer, tehát ez nem olyan jogaiskola, hogy van mindenféle De akkor ez választék. a te módszered, és Igen. ezt te továbbadtad, Igen, tehát így te van. megtanítottál másokat. Így van. É, már ne haragudj, de felmerül bennem az, hogy mivel ezt a módszert te dolgoztad ki, és a kidolgozásának a körülményei azért mondhatom úgy, hogy alsó hangon is misztikusak, mert ugye azt állított, hogy emlékszel előző életekre, tehát te valamiféle hozott tudásból raktad össze ezeket a módszereket, ezeket a gyakorlatokat, légzést. Azok, akiknek tovább feltételezniük kell szintén egy ilyen tudást magukban, vagy, vagy hát. az már csak egy ez életbeli fizikai síkon elsajátítható dolog? Ez megint egy nagyon jó kérdés, mert hogy, ahogy te mondtad, hogy ez a hozott tudás, a hozott tudás az túlmutat rajtam, tehát hogy ez nem... Én uh, ez nem, ez nem Értem. én vagyok. Tehát ez azt jelenti, hogy... Tehát nem magadénak tulajdonítod ezt a nagyszerűséget, hanem... Egyáltalán nem. <laughs> én azért jöttem, nem azért jöttem, hogy magamat mutogassam, hanem azért, hogy ezt a tudást megosszam és átadjam, <laughs> és eljusson az emberekhez. Ehhez én kevés vagyok, nyilvánvalóan kevés. Aha, tehát te azt mondod, hogy akkor, ahogy te megtanítod, elmondod azzal tulajdonképpen átadtad az egésznek a lényegét is, aki be tudja fogadni és tudja használni, az, az a tapasztalat, válik. Igen, igen. az a tapasztalat, hogy ez nagyon furcsán hangzik, nem is tudom, de hát akkor már legyek őszinte. Ha <laughs> ha, meddig, ha meddig azt voltam, akkor már legyek őszinte. Meg, ha már ebbe így szóval, igen. igen. szóval, hogy ö, én tartok meditációkat is, ami, ami, nem vezetett meditáció, tehát ez nem arról szól, hogy, hogy képzelje le egy zöld pázsitot, várány felhőket, hanem alapvetően ez egy erőtér. Mert ezek a gyakorlatok... Ö, úgy gyógyítják meg a testet, hogy nem csak a testet gyógyítják meg, mert beszéltünk erről, hanem gyakorlatilag az ember sorsát is, meg a lelkét. De alapvetően ez egy magasabb energiaszintet jelent. És ez egyfajta erőtér, vagy jelenlét. És ez az erőtér, ez, ez az óráinkon orán, is szinte kézzelfogható. Ezen a meditáción is ez működik. és, és ez furcsa, mert valami láthatatlan dologról beszélünk, de nagyon is látható az eredménye. Tehát, hogy, és nem csak a gyógyulások, hanem az emberekből megindul valamiféle sugárzás, megszépülnek, sokkal inkább önmagukká válnak. És hát az látszik, hogy hogy gyönyörűség, ami, ami ott történik, egy igazi csoda. És, és ez az erőtér az, ami miatt az, az oktatóink is persze megvan az elméleti tudásuk, ezt ők több évig tanulták. Tehát nem azt mondom, hogy nem tudják, hogy mi ez az egész. Nyilván meg van egy ilyen érdeklődés, persze. De, de alapvetően azt látjuk, hogy az oktatók ugyanúgy, ugyanolyan sikeresek ebben, mint amennyire én vagyok, pont ugyanannyira. Úgyhogy <laughs> ezért is mondom, hogy ez egyfajta erőtér, ez nem az én személyemnek szól. És mit gondolsz, hogy mit tudsz még elérni ebben az életben vagy mit szeretnél uh -huh. még elérni ebben az életben hát én azt látom hogy hogy olyan korban élünk most hogy Megjelent egyfajta hívás az emberekben, hogy mindenki, aki tud tenni magáért, vagy akár egy picit is szeretne fejlődni, hogy az, hát, hogy ezzel senkit nem hagyunk hátra. Tehát, hogy én, én, abszolút nekem, ez nagyon nagy elhivatottságom, és ez az a tűz, ami végig, végig ott volt bennem, vagy legalábbis ennek a szikrája, ez az, amiért meggyógyultam, ez az, ami miatt élek hogy én azt látom, hogy aki annyit meg tud tenni magáért, hogy csak egyszer eljön, akár egy ilyen meditációra, de hogy én azt látom, hogy később ez még nagyobb keretek közt fog zajlani, akkor és azt látom, hogy a, a, gyógyulás is gyorsulni fog, tehát nem kell hozzá akár hónapok se, hanem én abban bízom, hogy elég lesz egy alkalom. Tehát úgy változnak a világ energiái, hogy nagyon segítik ezt, hogy aki szeretne tenni magáért, az, az most tehessen igazán. Kérdeztem a beszélgetés legelején, hogy minek tudtad be, vagy egyáltalán gondolkodtál-e valaha azon, hogy miért születtél te erre a világra betegen, és miért kellett annyi szenvedést elviselned. És ezt nagyon röviden és hamar elrendezted azzal, hogy nem érdekes ez számodra. És az egész beszélgetésben sem dominált az, hogyha valami rossz, akkor azt, hogy mindig, mindig a, a felé viszed a, a mondandódat, a beszélgetéset, ezáltal gondolom a gondolataidat is, hogy a jót lásd meg, a pozitívat, mert hogy azt mondod, ennek van értelme. Nem, szerintem ebben sokkal több van. Tehát én nem pozitív gondolkozású ember vagyok, hanem én azt látom, hogy ez az energia, amivel dolgozom, ez úgy működik, hogy, hogy ha most rám nézel, akkor nem azt látod, hogy itt van egy ember, aki átment egy traumán, és nem. ugyan maradt utána valami heg, és akkor ezzel él, hanem hanem ez az energia az úgy alakít át, hogy, hogy ki, kihúlik az érzelmi töltést tulajdonképpen abból, ami volt. Tehát nekem... Igen, nem egy megtört tekintetű, <laughs> ö, sok mindenen keresztül mentem, de már jól vagyok ö, arcú ember vagy. Ez, ez tény... én, én azt kerestem, hogy hogy, hogy hogy lehet azt megoldani, nem csak, hogy a test meggyógyuljon, de hogy, hogy, hogy lehet megtalálni azt a kulcsot, ami ami nyitja ezt az ajtót, hogy ne egy olyan ember legyek, aki, akinek van egy múltja, vagy vannak traumái, de felülkerekedett rajta, mert annyira tökös. Hanem én azt kerestem, hogy hogy lehet ebből, ebből teljesen újjá születni. És azt gondolom, hogy ez az. Na, az sikerült. Én úgy látom, hogy ez sikerült. A kérdésem azonban az lett volna, hogy valószínűleg azért téged sem kerülnek el napi bosszúságok, napi negatívabb hatások, ha azt még átadnád, hogy ezek ellen vagy hogyan védekezel, vagy hogy nem veszel róla a tudomást, tehát hogy éled az életedet úgy, hogy nem zökkent ki, nem vagy megtámadható, talán ezt még mm. te magad is így fejezted ki. Ez nehéz, de akkor már most is őszinte leszek, hogyha egész végül őszinte voltam, hogy én azt látom, hogyha a csakrák jól működnek, akkor minden életterület tulajdonképpen élővé válik. Mm -hmm. És uh, például, tehát, hogy ez, ez most nagyon, nagyon hülyén hangzik, de tényleg elmondanám, hogyha más lenne a helyzet. De alapvetően, nekem csodálatos életem van. E, Tehát, hogy Gondoltam, hogy akkor az a válasz, jön, hogy ez esetben elkerülnek ezek. Ez esetben a... igen. Uh -huh. Tehát, hogy én látom, hogy én mit szeretnék elérni, és igen, és én azt látom, hogy úgy alakulnak, hogy a tendenciák azt mutatják a világban, hogy talán még szükség lesz a tudásomra, vagy erre az erőre, ami megnyilvánul. De, de én, én ezen kívül, tulajdonképpen. Szeretet van bennem körülöttem, is, van egy csodálatos családom. Tehát, hogy, hogy a, úgy tulajdonképpen a hivatásom az, ami, ami kitölti az életemet, meg a szeretteim. Tehát, hogy nem, nem tudom azt mondani, hogy milyen bosszusságaim uh -huh. vannak. Hát én ennek nagyon örülök, és abszolút követendőnek találom, közben pedig az egész történetedet tényleg csodálatosnak, ahogy ezt az ajánlód Balajti Péter is megírta, akinek köszönöm szépen, hogy megismertetett minket egymással. Neked pedig azt, hogy beszéltél erről a, az időszakról, jó és rossz ö, vonatkozásairól, és hogy megismerhettük azt, hogy te miként gondolkodsz, és hogyan élsz. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. További minden jót kívánok. Balázs Valéria, Anna mély volt a vendégem ma este. És ez volt a Budapesti Arcok itt a Juventus 1039 Én Fehér Marian vagyok, köszönöm szépen ma esti figyelmüket is, és ne felejtsék el, hogy a továbbiakban is minden este 9 órakor várom önöket a vendégeimmel, és nagyon fontosak az ajánlásaik is. Tehát, hogyha ismernek olyan embert, akiről azt gondolják, hogy példaértékű lehet valamiben mindannyiunk számára, akkor azt kérem, hogy írjanak róla ajánlást, és elérhetőségekkel együtt küldjék el a Budapesti Arcok kukacjuventus.hu e-mail címre, és ott a legnagyobb közösségi portál ott mindig láthatják, hogy ki a Vendég azt is, hogy miről beszélgetünk. Budapesti Arcok holnap este is lesz, kilenckor, de addig is maradjanak itt a Juventus 139-en. Legyen nagyon szép az estéjük, vigyázzanak egymásra és magukra. Jó éjszakát, Budapest viszont hallásra! Budapesti Arcok. A Juventus 139 műsora példaértékű emberekről. Holnap este is nyolc után! A Juventuson, itt 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 a, Juventuson. Itt a Ju